nehéz lesz a pénzügyi tervezés, soron kívül üléseztek a csabai képviselők. Szemétlerakás legálisan, megnyílt a Békéscsabai hulladékudvar. Új technológia, okos fólia védi a munkácsi kiállítást Gyulán. Jó estét kívánok, Önök a Hét.tv híradóját látják. A Békéscsabai képviselőtestület soron kívüli ülésen tárgyalt hétfőn délután a 2024-es költségvetés első olvasatáról. Bár ez a dokumentum még nem tartalmaz minden sarokszámot, a képviselők azt remélték, így jobb rálátásuk lesz a büdzsére a februári végleges döntés idejére. A Békéscsabai közgyűlés decemberben tárgyalta a 2024-es költségvetés koncepciójáról, akkor el is fogadta azt. Képviselői kérésre ugyanakkor arról döntöttek, hogy több év kihagyás után ismét lesz úgynevezett első olvasata a büdzsének, amely bár még nem tartalmaz minden konkrét számot, nagy vonalakban azonban lefekteti a költségvetés alapját. A tervezésben az önkormányzat számos szervezete és intézménye részt vesz, célja pedig, hogy a város folyamatos működéséhez és a jogszabályokban előírt feladatok végrehajtásához szükséges előirányzatokat a reálisan teljesíthető bevételekhez igazítsa. Amint az elhangzott, ez nem lesz egyszerű feladat, az elszabadult energiaárak és az infláció, valamint a központi támogatások szűkülése miatt. Nem egyszerű helyzet, ami egy-két számban meg is nyilvánul. Jelen költségvetés alkotási folyamatban bemutatja az előterjesztés, hogy 586 millió forint fedezett szükséglet kell, tehát körülbelül a költségvetés alkotásának, a működési összköltségnek 3%-a ez az összeg. Ez az, amit még a költségvetés tervezésének folyamatában rendezni kell, hogy jogszabályoknak megfelelő költségvetési rendelet legyen beterjeszthető. A Fidesz-KDNP képviselői arra hívták fel a figyelmet, hogy az önkormányzatnak jobban oda kellene figyelnie a beruházásokra, és az évtizedekig elhanyagolt, rossz állapotú földesutaknak is nagyobb figyelmet kellene szentelni. Koncentrálnunk kellene arra, hogy azt, amit elkezdtünk, azt fejezzük be. Most júniusban, pontosabban ősszel át kell adnunk egy következő közgyűlésnek a stafétabotot, amit lehet, azt próbáljuk már meg befejezni, és úgy átadni, ahogy ezt mi bevállaltuk pár évvel ezelőtt, hogy igen, mi megcsináljuk, és gondos gazdái leszünk ennek a városnak. A Hajrá Békéscsaba frakció tagjai a bevételek jó tervezésére hívták fel a figyelmet, egyúttal takarékosságra is intettek. Érdemes a polgármester úrhoz a képviselőknek egy jegyzéket, feljegyzést küldeni, ezeket az igényeket nyilvántartásba venni, és majd a költségvetés teljesítése során, amikor lehetőséget biztosít a bevételi oldal, akkor azokat a tervezett kiadásokat megvalósítani, vagy ezekkel kapcsolatosan dönteni. A határozati javaslatot a Grémium 13 igen egy tartózkodás mellett elfogadta. A 2024-es költségvetést a képviselők a soron következő ülésen, azaz február 22-én fogadhatják el. Tavaly évvégén jelentette be a kormány a nyugdíjszerű ellátások infláció követő 6%-os emelését 2024. január 1-től. Emellett februárban a jogosultaknak a már megemelt nyugdíj összegével megegyező összegű juttatást folyósítanak 13. havi nyugdíjként. Ez az átlag nyugdíj esetében egy egyszeri 220 ezer forint körüli többletet jelent. Ezt az összeget legkésőbb február 12-éig kapják meg az érintettek. A nyugdíj emelésre és a 13. havi nyugdíjra az jogosult, aki legkésőbb 2023. december 31-én már igénybe vette a nyugellátást vagy egyéb nyugdíjszerű ellátást. Január 17-én hivatalosan is megnyílt az új hulladékudvar Békéscsabán. A város határában található terephelyen bárki leadhatja a követelményeknek megfelelő hulladékát. A létesítményt térítésmentesen lakcímkártya felmutatásával lehet igénybe venni.
A régi Kétegyházi út felől megközelíthető hulladékudvar január közepi megnyitását már régóta várták a békés csabaiak. Eddig ugyanis azokat a hulladékokat, melyeket a lakossági hulladékkal együtt vagy lomtalanításkor nem szállítottak el, legközelebb Gyulán lehetett csak leadni. A hulladékudvar megnyitóján Holopné dr. Steny Beáta, az üzemeltető TAPE hulladékgazdálkodási köztisztaság és szolgáltató Kft. Cégvezetője híradónknak elmondta, bármely magyarországi lakóhelyjel vagy tartózkodási helyen rendelkező személy lerakhatja itt a hulladékot. Alapesetben a hulladékudvarokban a veszélyes és különleges kezelést igénylő hulladék szállítható be, azok, amelyek a rendszeres gyűjtés során például a házhoz menő rendszerben, vagy az évi egyszeri lomtalanításkor nem gyűjthetők be. Például az a jellege elektronikai hulladékok, elektromos berendezések, toner, fáradt olaj, sütőolaj, építési bontási törmelékek hozhatók be, gumiabroncs, új elemként került bevezetésre a textil hulladék, amit eddig korábban nem gyűjtöttünk. Fontos információ lehet a lakosság számára, hogy bár a szolgáltatás egy ingatlan esetében ingyenesen jár, az üzemeltető minden egyes hulladéktípusnál meghatározott egy mennyiségi korlátot a tárolóhely kapacitásának, illetve a lakossági igényeknek megfelelően. Békés Csaba alpolgármestere Nagy Ferenc szerint a hulladékudvar megnyitásával arra számít az önkormányzat, hogy kevesebb lehet a városban az illegális szemét elhelyezés is. Itt egy ingyenes átvétel van. Itt aki úgyis elviszi a házától egy valamilyen helyre, messzebb helyre, akkor már egyszerűbb, ha ide kihozza, és akkor mindnyájunk számára tisztább lesz a város. Mindjárt szábára kevesebb lesz a probléma, mert azért sok ilyen panasz van, és nyilván itt nyilván azok vannak döntő többségben, akik ezt nem szeretik és nem csinálják, és azt kérjük mindenkitől, hogy éljen a hulladékudvar adta a lehetőségekkel. A részletekről, illetve arról, hogy pontosan milyen hulladékok helyezhetőek el a hulladékudvarban, a TAPE weboldalán lehet tájékozódni. A munkahelyek biztonságával kapcsolatban rendezett tájékoztató fórumot kedden a Békés Vármegyei Kormányhivatal. A rendezvényt elsősorban a Békés Csabai Járási Hivatal területén működő kis- és középvállalkozások számára hirdették meg. Számos cégvezető és vállalkozó jött el a Békés Vármegyei Kormányhivatal keddi rendezvényére, melyen előadást tartott a Békés Vármegyei Munkahelyek Biztonságáért munkacsoport vezetője. Dobókői György kiemelte, hogy Magyarországon a bekövetkezett munkabalesetek, illetve foglalkoztatási megbetegedések 200 milliárd forint kárt okoznak az államnak, így ezzel a kérdéssel mindenképpen törődni kell. Megjegyezte, hogy a munkacsoport egy nagyobb lélegzetvételű tanulmány mellett készített egy kisebb ajánlást is a kis és közepes méretű vállalkozásoknak, mivel azt tapasztalják, hogy náluk történik a legtöbb munkahelyi baleset. Meghívtuk a kis közepes vállalkozásokat, a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara volt még segítségünkre, kiküldte a kis közepes vállalkozásoknak a meghívót, és hát szeretnék átadni mindazt a tudást, amit összegyűjtöttünk, javaslatokat, hogy minél kevesebb baleset legyen Békés megyében. Az eseményen Békés Vármegye főispánja hangsúlyozta, hogy a munkacsoport mindennapi tevékenysége mellett időnként szükség van olyan nyilvános fórumokra is, amelyeken a vállalkozások képviselői, szakértői visszajelzéseket adnak a kormányhivatal munkáját illetően. Dr. Takács Árpád emlékeztetett, gyermekvédelmi, élelmiszerbiztonsági, valamint munkavédelmi ügyekben nincsenek engedmények, ezeken a területeken nagyon is szigorú álláspontot képvisel a hatóság, ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy állandóan a hibát keresnék, és ne lennének szolgáltató barátak. Egy 74 oldalas tanulmányt készítettünk ezelőtt 6 éve, ami feltárta azokat a beavatkozási lehetőségeket, intézkedéseket, kockázatokat, amely Békés Vármegyében jellemzi a vállalkozásokat, és nyilvánvalóan bevontuk az itt jelenlévő szereplőkön kívül azokat a cégek képviselőit, akiknek úgy éreztük, hogy olyan tudással, szakmai tapasztalattal, olyan bölcsességgel rendelkeznek, hogy tudnak nekünk segíteni. A fórum további részében olyan témákban hallgathattak meg szakmai előadásokat a résztvevők, mint például a megelőzés szerepe a munkavédelemben,
az egészséges munkakörnyezet, vagy a jogbiztonság a munkaviszonyban. Korábban még nem alkalmazott technikával, úgynevezett okos fóliákkal védi a Munkácsi a Sikersztori című időszaki kiállításában szereplő grafikákat a Gyulai Almási kastély. A tárlat az első ecsetvonásoktól a világhírnévig követi végig a festőművész életútját. A Munkácsi a Sikersztori elnevezésű tárlatot még decemberben nyitották meg az Almási kastélyban. A fiatal Munkácsi Gyulán 5 hétig tanult rajzolni a német Fischer Károlytól. Itt ismerkedett meg Szamosi Elek festőművésszel, aki éppen akkor tért haza Itáliából, mivel felkérték a Wenckheim család ősgalériájának restaurálására. Munkácsi pályájának, illetve művészetének teljes kiteljesedését igyekszünk bemutatni, úgyhogy a negyedik teremben a Krisztusképeket, illetve a szalonképeket vesszük sorba. Itt is magángalériák, magángyűjtemények, a Magyar Nemzeti Múzeum, illetve a Szépművészeti Múzeum jóvoltából kaptunk a kiállításra olyan műtárgyakat, amik ebben a formában még nem voltak bemutatva. De itt is alapvetően Munkácsi életére és az ő művészetének legfőbb fordulópontjaira fókusz. A Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria eredetileg 3-4 hónapra kölcsönzött volna a kastély számára Munkácsi grafikákat. A közgyűjtemény szakembereit az okos fólia alkalmazása győzte meg arról, hogy a hosszabb időre szóló elhelyezés ellenére biztonságban tudhatják az értékes műtárgyakat. Ezért azok 2025. január 5-éig tekinthetők meg. Ezeknél a grafikáknál csatazajjal igyekszünk az élményt még teljesebbé tenni. A grafikák hol gombnyomásra, hol egy fejhallgató felvételével láthatók. A beépített vezérlő elektronika áram alá helyezi a fóliát, áttetszővé téve azt kevesebb, mint egy percre. A műtárgy védelmét is vállaltuk, ebben játszik fontos szerepet az okosfólia, amely a UV-sugarak döntő többségét, több mint 90%-át megvédi, a fény ellen is véd. Ez a technológia azt teszi lehetővé, hogy a grafikák folyamatosan a kiállítótérben legyenek, ugyanakkor a rájuk káros fényhatások elől megvédjük azokat. A tálat egyik érdekessége, Munkácsi Mihály berobbanásának helyszínét, a 19. századi párizsi szalont VR szemüvegen jeleníti meg. Szerelem címmel mutatja be következő darabját a Békés Csabai Jókai Színház. Moritz Zsigmond egyfelvonásos komédiáját Tege Antal viszi színpadra. A darabot március 1-én láthatja először a közönség. A hagyományokat meg nem törve, Seregi Zoltán, a teátrum igazgatója köszöntötte az első olvasópróbán megjelenteket. Ezt követően Bacsi Dávid, a darab díszlettervezője elmondta, hogy nem a hagyományos környezetbe álmodták meg az előadást. 80-as, 90-es évekbeli művelődési ház, kopottas művelődési ház belsőben állapodtunk meg, ahol igazából a Móricz Zsigmond és a paraszti világnak tulajdonképpen egy ilyen házi áldás motívum fog igazából csak visszaköszönni. Ez egy 6x5 méteres vászon lesz majd egy függöny mögött. Móricz Zsigmond vidám darabját a Magyar Évad jegyében Tege Antal ajánlotta a színház igazgatójának figyelmébe. Mint mondta, az írónak több egyfelvonásosa van, amelyeknek egységesen Szerelem a címe. Ezek annyiban különböznek egymástól, hogy más-más nézőpontból világítanak rá a szerelemre. A feleség a győztes, valahol a férje a győztes, valahol áthallás van, egy újságolvasásból derül ki, hogy mi is a szerelem. És akkor még arról is lehet beszélni, korosztályokra, hogy valamikor a fiatalok hogyan élik meg a szerelmet, és aztán van egy Aranyos Öregek című egyfelvonásosa, ahol az idősek hogyan élik meg a szerelmet. Tehát, hogy akárhonnan, akármelyik egyfelvonásost is játsszuk, ugye mi hetet játszunk a 20-ból, amit bemutattak vagy írt Móricz, mindegyiknek a végpontja az mindig a szerelem. Móricz Zsigmond darabját március 1-én láthatja először a nagy érdemű. Híradónkat látták. További híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!